A szerencsiek joggal lehetnek büszkék a helyi önkormányzat által fenntartott középiskolára, a Bocska István gimnáziumra, hiszen az elmúlt évtizedben a város szellemi életének a központjává vált. Éppen csak befejeződött a neves tudósok, professzorok részvételével megtartott 8. tájföldrajzi konferencia, a tavaszi szünet előtt a város napján névadójukra emlékeztek az iskola tanárai és diákjai. Az ünnepi esemény díszvendége a belügyminisztérium önkormányzati államtitkára volt. A települések többsége pénzszűkében van, fizetési nehézségekkel küszködik, segítséget pedig az államtitkártól vár. Való igaz, hogy az elmúlt évek elhibázott költségvetési és gazdaságpolitikájának köszönhetően, úgy, ahogy az állam, az ország, ugye az önkormányzatok is sajnos eladósodtak. A jelen kormánynak határozott célja az, hogy ezt megállítsa. Határozott célja az, hogy egy olyan új rendszert dolgozzon ki az önkormányzatok terén, amely nem halmozza tovább a működési hiányt, amely jelentősen szigorítja a hitelfelvételi lehetőséget, és meghatározott célok mentén fogja támogatni a fejlesztéseket is. Azt gondoljuk, hogy az elmúlt 20 évben, persze az önkormányzatok nem rossz szándékból vagy rossz akaratból, miután a szabályozók elég lazák voltak, olyan irányba mentek el, hogyha meg akartak felelni közszolgálati tevékenységnek, akkor egyszerűen kénytelenek voltak eladósodni, eladni a vagyonokat, és ez a tendencia máig tartott. Én azt hiszem, hogy az a 31 milliárd, ami a 2011. évi költségvetésben van, bizonyosan segít ebben. Hát a teljes problémát nem fogja tudni felszámolni, a 2010-es beszámoló alapján sokkal nagyobb az önkormányzatok adósság és kintlévősége, mint hogy ennyi pénzből azt meg lehessen oldani. Közben ugye az alaptörvény elfogadásával ki van jelölve az út egy új önkormányzati törvény megalkotásához, azt még ebben az évben szeretnénk megalkotni, amelyben az állam és az önkormányzati feladatoknak a szétosztása lesz az egyik fő változás, és azt követően pedig egy olyan önkormányzatiságnak a megteremtése, amelynek a lényege az lesz, hogy nincs tovább eladósodás, nem vállalhat az önkormányzat olyan feladatokat, és nem fog kapni olyan feladatokat, amelyeket nem tudja finanszírozni. Hogyha más országban ezt meg tudták csinálni, úgy gondolom, hogy mi Magyarországon is képesek leszünk erre. Azt hiszem, hogy egy kicsit kisebb jogkörökkel, feladatkörökkel bíró önkormányzatok, de ugyanakkor kimondottan helyi ügyekkel foglalkozó önkormányzatokat kell, önkormányzati rendszert kell, hogy létrehozzunk, aminek a lényege az, hogy azok a feladatok viszont finanszírozva lesznek. A Bocskaiban szakközépiskolai képzés keretében oktatnak közgazdasági ismereteket. A végzősök közül többen a közigazgatásban kívánnak munkát találni, ezért államigazgatási jogi egyetemeken folytatják felsőfokú tanulmányaikat. Április 28-án Pest Imre kormány megbízott érkezett az intézménybe. Előadásában a közigazgatás reformjáról szólt. A kormányhivatalok döntően a kormány ablakokon keresztül találkoznak a ügyfelekkel, már nyilvánvaló egyéb ügyintézés is van, de a kormány ablakok az egy olyan speciális hely, ahol ami újdonság az emberek számára. Először is ott kezdem, hogy ez egy teljesen novum a magyar ügyfélszolgáltatásban, közigazgatásban, hogy reggel 8 órától este 8 óráig nyitva vannak a hivatalok. Tehát a kormányablakok reggel 8-tól este 8-ig állnak az ügyfelek rendelkezésére. Másodszorban mindenütt magasan kvalifikált, egyetemet végzett, többnyire jogászok azok, akik a kormányhivatalban dolgoznak. Mintegy 30 ügyet induláskor, 29-et, azóta egyel bővült, mintegy 30 ügyet tudunk teljes egészében befogadni, és vagy magunk, vagy elintézni, vagy az ügymenet intézésében szervező funkciót látunk el. Egész évben véve, ha ebben a 30 ügyfélkörben valaki beadja a dokumentumait, nagyon rövid időn belül végérvényesen kap az ügyeire választ.
hogy hogyan fogadták a polgárok, az számomra is meglepő volt, nagyon-nagyon pozitívan, akik megjelentek először a kormányablakoknál, nagyon gyorsan és rövid idő alatt a kellemes tapasztalat következtében, hát továbbadták ezt a hírt, és egyre nagyobb a forgalom a kormányablakoknál, és különösen az a lehetőség, hogy este munkaidő után is tudnak ügyeket intézni, jelzi, hogy a kormányablakok iránti érdeklődés az megnőtt. Fővárosban 4 kormányablak működik, és az első hónap után megközelítőleg 10 000-en keresték fel a kormányablakokat. A mai délután tön szerencsén töltött a Bocskai István gimnáziumnak a meghívására érkezett városunkba. Miért ez a kitüntető figyelem, illetve hát milyen tapasztalatokkal tér haza? Van itt egy gimnázium, a Bocskai István gimnázium és szakközépiskola, és ennek van egy olyan osztálya, amely hát a közigazgatásra fókuszál, közigazgatási szakembereket próbál képezni, illetve annak hozzá szükséges alapképzést megadni. Én mindig rendkívül érdeklődéssel fordultam a fiatalok felé, és ugyan sok helyütt tartottam már előadást, de számomra mindig a legnagyobb kihívás 16-17-18 évesek figyelmét lekötni, úgy szólni hozzájuk a fiatalok nyelvén, hogy azt megértsék, és örömmel mondhatom, hogy nem csak kíváncsi arcokat láttam, hanem hát érdeklődéssel figyelték az előadást. Nyilvánvaló közigazgatás iránti érdeklődésük az megvan, és ezt látva boldogan mondhatom, hogy jó kezekben lesz az ország jövője. A középiskola diákjai érdeklődéssel hallgatták az előadást, gyarapították ismereteiket, ami talán még a közelgő érettségi vizsgán is segítségül szolgálhat. Akik pedig alaposabban szemügyre kívánják venni a kormányhivatal működését, ellátogathatnak május 4-én Miskolcra a Borsod-Abói-Zemplén megyei kormányhivatal által szervezett nyílt napra.